Jövőre több halat lehet kihalászni az Atlanti-óceánból és az Északi-tengerből a szerdán elfogadott uniós egyezmény alapján. A kvótát a környezeti, gazdasági és szociális fenntarthatóság alapján határozták meg. Egyúttal fokozták az európai angolna védelmét. Az előző évhez képest a tudományos kutatásokra alapozva megegyeztünk néhány fontos állomány, a tőkehal, a makréla, a tengeri sügér és a norvég homár halászati kvótájának a növelésében. Január 1-től megszűnik a hal selejtezésének pazarló gyakorlata. Az Európai Tanács illetékese, az osztrák fenntarthatósági és idegenforgalmi miniszter mérföldkőnek nevezte a döntést.